mikulásnapi meglepetés a szabályosan közlekedőket jutalmazta a télapó. Hagyományok nyomában viharsarki táncház találkozót rendeztek Békéscsabán. Ünnepre hangolódás, szombaton tartotta meg adventi ünnepségét a Gerlai Wenckheim Társaság. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A közúti közlekedők nem csak a maguk, hanem mások biztonságáért is felelnek, ezért fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat. A rendőrség az év minden napján végez ellenőrzéseket, Mikulás nap alkalmából pedig meglepetéssel készült a szabályosan közlekedőknek. Kedd reggel a forgalmas Szarvasi úton egymás után állították meg az autósokat a rendőrség munkatársai. Mint az év minden napján, most is a szabálytalanul közlekedőket igyekeztek kiszűrni a forgalomból, hiszen aki így vezet, magára és másokra is veszélyes. Ugyanakkor ilyenkor, Mikulás napján egy kis ajándékkal is készülünk. Természetesen az a célunk, hogy találkozzunk a közlekedőkkel, és azokat részesítsük egy kis meglepetésben, akik valóban sokat tesznek azért, hogy ők maguk biztonságosan közlekedjenek, és odafigyeljenek másokra is. Akinél az ellenőrzés alatt mindent rendben találtak, annak a Mikulás ajándékot adott. Mikulás nap alkalmával a Mikulást szeretném megajándékozni, mivel mindent rendben találtak a kollégák. Az apró figyelmesség sokakat meglepetésként ért, de az ajándéknak mindenki nagyon örült. Szerintem jó dolog, mert hogyha valaki jó viselkedik, akkor nem csak büntetőpontot osztanak, hanem ajándékot is. Meglepődtem, de jól esett, mert a Mikulás napja van, és akkor ezt én nekem is adják. Én is kapok, én is adok, és ez jól esett. Fogjuk használni, jégkaparó, hogyha lesz hó, akkor fogjuk használni. A villogót meg felakasztuk a kiskutyára, hogy este lehessen látni. A szóvivő elmondta, hogy az autósok ilyenkor rendszerint megköszönik a rendőrök munkáját, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy mindannyian biztonságban hazaérjünk. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 23. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók napját december 2-án. Az eseményen Békés megyei vállalkozót is díjaztak. A nagyszabású rendezvénynek a Művészetek Palotája adott otthont Budapesten, ahová az ország minden megyéjéből érkeztek vállalatvezetők és cégtulajdonosok. 23 évvel ezelőtt örökös elnökünk Demján Sándor ötlete, kezdeményezése alapján indult el ez a mozgalom, egyben ünnep. A Vállalkozók napja az a nap, amikor minden évben a vállalkozók elismerésére kerül sor, ennek a szférának, ennek a körnek az ünnepét tartjuk meg. A szövetség elnöke köszöntőjében elmondta, a VOSZ jövőre ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Az idén elfogadott 5 éves stratégiájuk fő célkitűzéseiként a magyar vállalkozások támogatása mellett a szolgáltatások erősítését jelölték meg. A gálán Varga Mihály pénzügyminiszter is jelen volt, aki a jelenlegi háborús helyzet tükrében beszélt a hazai gazdaságról és a vállalkozók szerepéről. Amiből tudunk táplálkozni, ez a magyar vállalkozók talpalás egysége, hiszen a foglalkoztatás alapvetően neki köszönhető. Kis és középvállalkozások adják a munkahelyek több mint 2/3-át. 4,7 millió ember dolgozik, a munkanélküliség alacsony, tehát ez egy jó jel a reálgazdaságból. A másik, hogy van egy versenyképes adórendszerünk, ez segíti a vállalkozásokat is, mind a munka, mind a jövedelem alacsony adóztatásával. A gálán nem csak a magyar gazdaságért díjakat osztották ki, de az év vállalkozója elismeréseket is átadták annak a 22 díjazottnak, akik közül Békés megye képviseletében is érkezett vállalatvezető. Ezt a díjat vállalkozók adják, vállalkozóktól kapjuk, vállalkozóknak adják, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elismerés számunkra, nem csak az én munkámat, hanem a cégem munkáját és a kollégáim munkáját is elismerik ezzel. A Szarvasi cég vezérigazgatója hozzátette, a vállalat 4 évtizedes működése óta sok nehézségen túljutott, így van alapjuk a bizakodásra a jelenlegi gazdasági válság idején is.
Szombaton immár 5. alkalommal tartották meg Békés megye egyik legnívósabb folklór rendezvényét. A népi mesterségeket felvonultató, kirakodóvásárral kiegészített népművészeti rendezvénynek a Békés Csabai Evangélikus Sportcsarnok adott otthont. Szombaton egész nap kézműves termékek sora, interaktív népművészeti műsorok, táncegyüttesek produkciója várta a látogatókat az evangélikus sportcsarnokban, de lehetőség nyílt népi játékok kipróbálására is. Farkas Lilla, a rendezvény főszervezője hangsúlyozta, egyik kiemelt céljuk a hagyományőrzés. Nagyon fontosnak tartjuk a fiataloknak a mentorálását, és van egy gállászló ösztöndíj programunk, amiben pályázhatnak a fiatal táncosok. Az általuk elképzelt program megvalósításra, vagy gyűjtésre, tehát ezt nekik kell kitalálni, hogy ők miben látják a saját útjukat, és van egy 12 fős elnökségünk, ami ezt a pályázatot elolvassa és elbírálja, és 50-100 000 forintos ösztöndíjban részesíti ezeket a nyertes pályázatban nyertes fiatal táncművészeket. A gála műsorban 11 néptánc együttes mutatkozott be. A csoportok számára azért is különösen fontos a találkozó, mert ilyenkor megmutathatják magukat a nagy közönségnek. 19 kézműves érkezett hozzánk, igazándiból ez már az 5. rendezvény, és minden évben igyekeztünk kézműveseket is felvonultatni ezen az alkalmon, úgyhogy voltak már, akik korábban is ellátogattak hozzánk. Kezdetekben kiment a felhívás és érkeztek hozzánk, szerencsére válogatni nem kellett, mert befért mindenki. Most már egy picit más szemmel is igyekeztem figyelni, hogy tudtam, hogy kik érkeznek milyen termékekkel, és hogy szélesebb legyen a paletta, akkor másfajta termékekkel felvonulókat kerestünk. A találkozó táncgálával ért véget szombat este. Nemzetiségek, ízek, hagyományok. Ezzel a címmel szervezett gasztrokulturális kalandozást a Békés Csaba Város Közösségéért Egyesület a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban. Csorba levestől, pogácsán keresztül töltött káposztáig és kolbászig sokféle ízt kóstolhatunk. Az eseményt Herceg Tamás, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. A Békés Csabán, Békés Csaba környékén élő nemzeti kisebbségek, illetve azok a civil szervezetek, amelyek ezeknek a kisebbségeknek a kultúráját, hagyományait szeretik és ápolják, ők vesznek részt rajta. És ugye a mindennapokban is fontos az, hogy ez a sokszínű hagyományokkal teli, sokszínű kultúrával teli világot ezt itt Békés Csabán, Békés megyében szeressük, ápoljuk, és gondoljunk arra, hogy jó lenne, hogyha az utódaink is ismernék ezeket a hagyományokat. A nap folyamán helyi kézműves termékek vásárlására és ételkóstolóra is adódott lehetőség, valamint színpadi produkciókat nézhettek meg az érdeklődők. Az eseményre a Békés Csabai Szlovák Önkormányzat klasszikus, a szlovákságra jellemző ételekkel készült a látogatóknak. A Csaba-Gyöngye keresett meg minket, hogy vegyünk részt egy össznemzetiségi délutáni fesztivál keretében, hozzuk el a szlovákságra jellemző ételeket, a szlovákságra jellemző kulturális elemeket, és hát természetesen a haluskát választottuk, mint egyik fő gasztronómia attrakciónk, ha úgy tetszik. A karácsonyhoz közeledve a haluska is fontos szerepet töltött be a szentesti asztalon, ugyancsak hasonlóan a második választott gasztronómiai specialitásunkhoz, a karácsonyi káposztaleveshez, amelyet természetesen csabai kolbásszal készítünk el. A rendezvényt a Békés Csaba Város Közösségéért Egyesület szervezte meg. A Békés Csabai Irodalmi Estek vendége hétfőn este Bájer Zsolt író, publicista volt, akinek Rezeda Kázmér Utazásai című kötetéből hangzottak el részletek. A szerző az elsősorban gasztronómiai kalandozásait bemutató könyvét dedikálta. És akkor elhatározta Rezeda Kázmér, hogy az hívetlen terjedő nagy kirándulása során végig látogatja Magyarország vendégét, éttermét, restiei, zöld vendégét és kocsmáit. Tomanek Gábor színművész olvasott fel egy részletet Bajer Zsolt könyvéből. Rezeda Kázmér utazásai 7 évvel ezelőtt egy balatonfüredi étteremben kezdődtek, majd az országot bejárva születtek meg az elsősorban gasztronómiai ihletésű írások. Magam Kőszter Rezeda úr, abban is nem tudom
szilvából fogyassza egészségre, jó erős, tiszta. A könyv tavaly karácsonykor jelent meg. Írója előtte 6 évig név nélkül publikálta az egyes fejezeteket azért, hogy a számára nagyon fontos szép irodalom ne keveredjen össze a politikával, fogalmazott Bajer Zsolt. A befogadó közeg az ne kösse hozzám ezeket a tárca novellákat, mert ha hozzám köti, akkor rögtön kap egy előítéletet. Akik engem szeretnek, azok imádni fogják, akik utálnak, azok utálni fogják, magának a műnek a minőségétől teljesen függetlenül. Gondoltam, ha nincs odaírva, hogy ki a szerző, akkor a mű önmagáért fog beszélni. A novellára és írójára Békés Csabán is sokan voltak kíváncsiak. Nagyszerű könyvet írt, én úgy gondolom, és megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a meghívásunkat. És úgy tűnik, hogy teltházunk van, mert még innen a sajtótájékoztatóról is vinnünk kellett székeket. Én annyit kértem a Bájer Zsolt, hogy vigye a Békés Csabai Irodalmi Estek jó hírét. 2023-ban az irodalmi estek tovább folytatódnak, februárban a 17 éves jubileumi rendezvényre pedig újabb meglepetéssel készülnek. Az adventben mindenki karácsonyra készülődik, ebben az időszakban számos olyan rendezvényt tartanak, amelyek segítik az ünnepre való hangolódást. Az immár hagyománynak számító gerlai adventet a helyi Wenckheim Társaság szervezte meg. Az Egyesület 2 év kihagyás után 5. alkalommal tartotta meg az eseményt. Jakab Zsuzsanna elnök hangsúlyozta, a rendezvény nem csak az ünnepkör miatt különleges. Igazából nem csak gerlaiakat várunk, de főként erre a rendezvényre a helyiek szoktak eljönni, és tényleg így az egész gerlai közösséget fogjuk össze ezzel a rendezvényel. Örülünk neki, hogy mindenki csatlakozik egy-egy fellépéssel, vagy aki annyira nem szeret szerepelni, az egy kis süteményt szokott sütni, és akkor így áll össze ez az egész program. Szász Andrea, a Gerlai Wenckheim Társaság tagja, szóvivője úgy fogalmazott, hogy a szervezőcsapat tagjai mindenből kiveszik a részüket. Hiszen ha kell, díszítenek, teát főznek, sütnek, virágot ültetnek, vagy éppen műsort állítanak össze. Abszolút összetartó ereje van, nyilván azért is vonjuk be és kérjük meg a nyugdíjasokat is, az óvodásokat is, hiszen azzal találkozunk már a felnövekvő generációval, és akkor kijönnek, együtt jönnek ki a családok, úgyhogy ritkán lehet ezt látni. Mindig egyesével látjuk apukát, anyukát, mondjuk napi szinten az óvodába, de a családként jönnek ilyenkor ki, és ez a legértékesebb része, azt hiszem. A szervezők egyik fő célja a Gerlán élő közösség összefogása. Váratlan 2 gólos vereséget szenvedett az Optimum Solar Békési FKC együttese a Sereghajtó 100 Halombatta otthonában a férfi kézilabda NB1B 13. fordulójában. A kékszerelésben pályára lépő hazai csapat kezdte jobban az összecsapást, a 4. perc végén 3-0-ra, a félidő közepéhez közelítve pedig 8-4-re vezetett. A félidő folytatása a Békésnek sikerült jobban. Először egy 6-2-es sorozattal egyenlített, majd a félidőben már 2 góllal jobban állt. A szünetben 17-15 állt az eredményjelzőn. A házigazda a 2. játékrész elején villámgyorsan kiegyenlített, sőt a 46. percben már 3 góllal ellépett ellenfelétől. Padla József együttese védekezésben nem tudott feljavulni, így az újabb fordítás már nem sikerült. A 100 Halombatta végül 32-30-ra nyert, és 2. sikerét aratta a bajnokságban. A békésiek sorozatban 3 győzelem után szenvedtek vereséget, és visszacsúsztak a tabella 5. helyére a 16 fős mezőnyben. Hétközi összecsapással folytatja bajnoki szereplését a Békés Csabai Előre NKS-e. Pap Bálint együttese az 5-szörös bajnokok ligája győztes és 16-szoros magyar bajnok Győri Audi Eto KC otthonában lép pályára szerdán a női kézilabda NB1 6. fordulójában. A csabaiak a női Európa-bajnokság miatti 1,5 hónapos szünetben a jobb bajnoki szereplés reményében készültek a folytatásra. Edzőmérkőzéseken is pályára léptek, majd a Magyar Kupában bravúros továbbjutást harcoltak ki a Kisvárda ellen. Utóbbi ugyan biztató lehet a jövőre nézve, de a Győr a szerdai összecsapás toronymagas esélyese.
A bajnokság egyik legjobb csapatához utazunk, Győrhöz. Minden megteszünk, hogy ebben a mérkőzésben mindent kihozunk, és a legjobb eredményt érjük el. Próbáljuk a tempójukat tartani, és védekezésben meg megakadályozni a gyors góljaikat. A győriek a bajnokságban 8-ból 8 mérkőzést nyertek. A bajnokok ligájában ugyan már egy vereséget elszenvedtek, de így is vezetik a csoportjukat. A Békés Csaba viszont nem kezdte jól a szezont. Az első 5 találkozón nem sikerült a pontszerzés, ráadásul ezúttal a címvédő otthonában kell pályára lépni, ahol Papp Bálint vezetőedző szerint inkább a tapasztalatszerzés lehet a cél. A világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, ugye többszörös bajnokok ligája győztes, olyan játékosok alkotják, akik top kézlabdázók, szóval én úgy gondolom, hogy a játék minden elemében ebben a mérkőzésen csak tanulni lehet, és felszabadultan kell játszani, és mindent elkövetni annak érdekében, hogy igenis megmutassák a lányok, hogy ők mire képesek a világ legjobb jelen. A Győr Békés Csaba bajnoki mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik az Audi Arénában. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!